kétszer annyian halnak meg közlekedési balesetben, mint rákban. Ez az életnek a nagyon-nagyon kihegyezett helyzete. Nem mindig van még egy műtő, vagy még egy aneszteziológus, vagy még egy orvos. A régi, hagyományos egészségügyi ellátási rendszerben én elmentem önhöz, ön volt az orvos, ön megmondta, hogy mit kell megcsinálnom ahhoz, hogy meggyógyuljak. Én kérdeztem, ön parancsolt, és megcsináltam. És ez volt a jó rendszer. A szülők nagyon gyakran érintettek ebben a balesetben, felelősséggel tartoznak, ők vigyáztak akkor a gyerekre, amikor éppen megtörténik a baj, és sokkal könnyebb ezt az egész konfliktust elviselni, elfogadni, hogyha én meg tudom gyógyítani, részt tudok venni a gyógyítási folyamatban. A gyerek irányítja, mutatja, hogy hol vágjam, anyu fogja a kezét, és én vágom. Közösen meggyógyítjuk azt a sebet, amit okozott a bicikli. Ha ezt a szülővel meg tudjuk értetni, hogy a gyerek gyógyulása az első, és ez egy közös célunk, elkezdünk egy oldalon mozogni. Ehhez együttműködő szülő kell. Ha látja azt a szülő, hogy próbálják neki elmagyarázni, akkor ő próbálja megérteni. Nagyon gyakran azért ezt lehet észlelni. Ez az életnek a nagyon-nagyon kihegyezett helyzete. Van konfliktus. Tegnap este is volt konfliktus, mert egyszerre kellett volna megoperálni 7 gyereket. Nem tudtunk ennyi gyereket bevinni a műtőbe. Sorolni kellett súlyosság szerint. El kellett halasztani ma délelőtre. Azokat a szülőkkel meg kellett értetni, hogy a másik gyereknek nagyobb a baja, nem mindig van még egy műtő, vagy még egy aneszteziológus, vagy még egy orvos. Gyere, válasszál valamit! És minden gyerek, amikor bejön, akkor választhat egy játékot. És ettől a perctől kezdve a gyerek nem utálni fogja a kórházat, hanem a kórház az egy jó hely, ahol játékot lehet választani, hogy kevésbé legyek szomorú, amikor megsérült a kezem. A nem csípős fertőtlenítőszer. Vannak kicsi, 1-2 cm-es pici sebek, és hogyha azt szeretnénk, hogy azért ne kelljen elaltatni, elérzést tanítani a gyereket, ne kelljen varni, akkor ebből össze tudjuk ragasztani. És 1, 2, 3, és ragad. Angliában rettentő sok önkéntes segítő dolgozik. És segít bejönni a kórházba, meg kimenni. Engem időnként frusztrál, amikor beteg irányítóként funkcionálok a folyosón. Ezek sokba kerültek, ezek a tükrök, mert ezt megvásároltuk. Ez majdnem 80 000 forint volt, amikor megvettük. Én most lehet, hogy beleőrültem egy picikét. Több olyan kollégám van, aki azt mondja, hogy ez most már sok, mert túl sokat vagyok itt. A sikerélmények nagyon jók, és akkor az ember hajszolja őket. Nagyon komoly sikerélmény, hogy az elmúlt 6 évben csak olyan gyerek halt meg, aki már a kórház előtt halott volt, és újraélesztés után érkezett hozzánk, és itt nálunk nem halt meg gyerek. Nagyon komoly sikerélmény, hogy meg tudunk menteni végtagokat. Nagyon komoly sikerélmény, hogy a ma reggeli műtét sikerült, és a kislány az ücsörög az ágyban, és jól van. Tessék megnézni ezt a kis dekorációt ott fenn. Azt az egyik anyuka készítette nekünk. És minden egyes évszakban hoz nekünk külön dekorációt. Talán a legfontosabb dolog, hogy vigyázzunk a saját gyerekünkre. Kössük be a biztonsági gyerekülésbe, vigyázzunk rá, figyeljünk rá, ne engedjük, hogy a kutyának megmossa a fogát, mert előbb, hogy a kutya megharapja. És sok-sok ilyen történetet tudok mondani. Ez viszont egy olyan pókos játék, hogy bent van egy légy, azt valóban leteszik, és pókokkal kell körbekeríteni, hogy a légy ne tudja megszökni. És akkor a légy szökik. Thank you.